A levegő ammóniatartalmát képes mérni az a műszer, amely a 2009-es év innovatív ötletdíját kapta Szegeden. A készüléket az Egyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékén működő kutatócsoport fejlesztette ki. Az ammónia mérő abban egyedülálló, hogyha a levegőben 1 milliárd részecskéből mindössze egy ammónia van jelen, ezt a mennyiséget is képes kimutatni. Az úgynevezett fotoakusztikus módszerrel több mint 10 éve foglalkoznak a Szegedi Egyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékének munkatársai. Az elv működtetéséhez egy lézerdiódára, egy mikrofonra és egy speciális elektronikai vezérlőrendszerre van szükség. Hogyha van egy fényforrás, ami meg van modulálva, és ez a modulált fény egy elnyelő közegre esik, akkor ez a moduláció megfelelő frekvenciájú hangot kelt. És ez a hang, ugye ez úgy alakul ki, hogy a fényzás elnyelődik, az hőmérséklet változást idéz elő, és a hőmérséklet változás a gáz kitágulását okozza, és ez a periodikus gáz kitágulás, ez maga a hang. Ha az ábrán jelölt fényforrás egy olyan hullámhosszú lézerfény, melyet az ammónia molekulák elnyelnek, akkor ezek a molekulák az elnyelődés által hőmérséklet növekedést idéznek elő, és a folyamat végén hangot keltenek. Attól függően, hogy mekkora az ammónia koncentráció, aszerint változik a hang. Az ezen az elven működő ammónia mérőt már 8 éve kidolgozták a szegedi kutatók, az újdonságot egy 2 éve indult fejlesztés jelentette. Annyiban különleges ez a berendezés, hogy ez nagyon kis koncentrációk mérésére alkalmas, tehát ez a elv még meg van toldva azzal, hogy a mért gázt először egy elősűrítő adszorberbe megkötjük belőle az ammóniát, és utána ezt felmelegítjük ezt az adszorbert, és utána az így összegyűjtött ammóniát vezetjük be a mérő térrészbe, és ezáltal a rendszer érzékenységét mondjuk egy 2 nagyságrendet, egyen 100-szorosan meg tudtuk ezzel növelni. Így a műszer pontosan 1 ppb koncentráció egységig képes mérni az ammóniát. Ez azt jelenti, ha a levegő 1 milliárd részecskéje közül egy ammónia, a rendszer már képes kimutatni. Ennek a tetején található a lézer ebben a fémházban, illetve ezen az optikai szálon megy bele a mérőkamrába. Itt látok ezek a sűrítők, ezeken egy speciális bevonat van belülről, ez vanádium pentoxid fogja meg az ammóniát, köti meg az ammóniát, és a melegítés hatására tovább engedi a mérőkamra fele. A műszert mérő elektronika vezérli, ezen találhatók a lézervezérlők, a mikrofonok, az erősítők, valamint az összes többi kommunikációs eszköz. Az ammónia tartalom ez nem azért fontos, mert ez veszélyes lenne az emberi szervezetre, ez inkább azért fontos, hogy a műtrágyázás során bevitt ammónia, az milyen utakon, bevitt nitrogén pontosabban, milyen utakon távozik. Az egyik része, amikor ammóniaként a levegőbe távozik, és ez a rész a nitrogén körforgásnak, és ezért volt fontos megmérni azt, hogy merre is megy az ammónia a levegőben. A mi műszerünk jónak számít, tehát kisméretű, automatikusan működik. Pontossága valamivel kisebb, mint a nagyobb műszerek, és lassabban is méri az ammóniát, tehát kisebb időfelbontással, de cserébe könnyebben kezelhető. A szegedi műszert 10 külföldön fejlesztett társával együtt Európa több országában is tesztelték. A szegedi ammónia mérő nem csak a méretével és a könnyű kezelhetőségével váltotta ki a szakemberek elismerését. Ez az ábra mutatja például a műtrágyázás utáni ammónia méréseket. Itt látható, hogy itt az első fekete vonalnál történt a műtrágyázás. Ennek következtében nagyon megemelkedett az ammónia koncentráció a levegőben. És a műtrágyázás után a műszer 3 mintavevő egységét 3 különböző magasságban helyeztük el, és így tudtuk mérni azt is, hogy az ammónia merre mozog a levegőben. A szegedi műszer ugyanis 3 egyszerre történő mintavételre is alkalmas, így tehát nem csak az ammónia koncentrációját tudják kimutatni, hanem a terjedés útvonala is nyomon követhető. A szegedi kutatók 2008 óta Bugacon is végeznek méréseket a speciális készülékkel. A mérés eredménye az volt, hogy ki tudtuk mérni, hogy átlagosan egy nap hogyan változik az ammónia kibocsátás, és azt tapasztaltuk, hogy éjszaka egy kis mértékű ülepedés történik, tehát akkor a levegőből a talajba kiülepszik az ammónia,
nappal pedig kibocsátás történik. Ennek leginkább az az oka, hogy a Bugatti mérőállomás mellett van egy szürke marha tenyésztőtelep, ami szintén mezőgazdaság, és a mezőgazdaság miatt felszabaduló ammóniát látjuk így napközben. Az ammóniamérőben használt fotoakusztikus módszert az adott lézerfény hullámhosszát változtatva számos egyéb területen tudták hasznosítani a tanszék kutatói. Végzünk szállópor, abban is különösen a koromtartalomra vonatkozó méréseket, amelyek ugye környezetvédelmi szempontból nagyon érdekesek. Folyadékban, ipari folyamatokban keletkező mérgező anyagok, például benzol vagy hasonló szerves gőzök mérésére is alkalmas. Ilyen műszert is fejlesztettünk, fejlesztés alatt van most is. Végzünk vízgőzmérést. Vízgőzmérés azért nagyon érdekes, mert különösen a magas légköri vízgőzmérés az a meteorológiai előrejelzések szempontjából is nagyon fontos. A módszert újabban orvosi alkalmazásoknál próbálgatják, illetve különböző anyagok gázátteresztő képességét is tudják mérni a fotoakusztika segítségével. Mi tudjuk körülbelül azt, amit ma fotoakusztikában egyáltalán tudni szoktak, és igazából az alkalmazásokban a partnerekre várunk. Tehát az, hogy mit fogunk a közeljövőben csinálni, az jó részt attól függ, hogy megjelenik egy olyan partner, aki egy nagyon fontos, releváns problémát tud hozni, amiben a fotoakusztikát előnyösen lehet használni. Az ammóniamérő elnyerte a 2009-es év innovatív ötletdíját Szegeden. A tanszéken folyó kutatásokat elnézve, a csoport bármely fotoakusztikán alapuló mérőműszere eséllyel pályázott volna a dobogós helyek valamelyikére.